Polt Péter tavaly szeptemberben a honvédséget vizsgáló jelentésben már megállapította, hogy a kiképzésre szánt repülőidőt a pilóták kevésnek találták, mivel ennyi gyakorlattal szinte lehetetlen elsajátítani a biztonságos repüléshez szükséges alapos ismereteket. A tragédiát vizsgáló szakértői csoport vezetője azt mondta a híradónak, hogy hétfőn már egyértelműen meg tudja mondani, műszaki hiba okozta-e a balesetet. A gép roncsait már elszállították a helyszínről, a vizsgálók ma a fekete doboz adatainak elemzésével folytatták munkájukat. A szakértők egyre inkább úgy látják, a repülőgéppel minden rendben volt. Minimális az esély arra hogy műszaki meghibásodás okozta volna a katasztrófát. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese az utóvizsgálattal azt kívánja kideríteni, hogy a honvédség mennyire vette figyelembe azt, amit a korábbi ajánlása tartalmazott. Polt Péter tavaly szeptemberben megállapította, hogy alkotmányos visszásságot okoz, ha a pilóták kevés gyakorlattal kénytelenek életveszélyes feladataikat végrehajtani. Itt nem lehet gazdasági szempontokat figyelembe venni, hiszen hogyha nincsen meg a megfelelő repülőóra, nincsen meg a pilótáknak az a bizonyos biztonságérzete, akkor gyakorlatilag nem ér semmit az egész dolog, és semmi máshoz nem vezethet, mint előbb-utóbb ilyen tragédiákhoz. Amennyiben hétfőn kiderül, hogy biztosan nem műszaki hiba okozta a balesetet, akkor újra gyakorolhatnak a pilóták MiG-29-essel. Szerint nem okozhatta típushiba a csütörtöki, a 44 éves Rácz Zsolt alezredes halálával végződő kecskeméti légi katasztrófát. Amíg nem bizonyítható ugyanis olyan műszaki hiba, ami a konstrukcióból adódóan a többi gépnél is felléphet, leállítják a típus repülését. A vizsgálat további részleteiről hétfőre várható újabb nyilatkozat. Egyre kevesebb jel mutat arra, hogy műszaki hiba okozta a légierő egyik legtapasztaltabb, több mint 2000 órát repült pilótájának és a honvédség legkorszerűbb 4 milliárdos gépének katasztrófáját. A baleset előtt a MiG-29-es tökéletes műszaki állapotban emelkedett a levegőbe. Az egyébként 25 évre és 2500 légiórára tervezett elfogóvadászgép még pályafutása elején járt. Az eddigi nyilatkozatok és a tragédiáról készült felvételek alapján a túl mélyre süllyedt gép hirtelen felvétele, sebességvesztése és lebillenése repülőgép vezetési hibára utal. Nem zárható ki, hogy a nagy merektől felhígult levegő hajtómű teljesítmény csökkenést okozott. Továbbra is kutatják, hogy elveszthette-e uralmát a pilóta a gép felett, vagy ütközhetette idegen tárggyal, esetleg madárral. A légi katasztrófákat általában 4-5 hiba, szabálytalanság, egyidejűsége okozza. Az igaz, hogy a honvédség szűkös forrásai miatt keveset repülnek a pilóták, de Rácz alezredes kivétel volt. MiG-29-essel csak nem 500 órát töltött a levegőben, és kipróbálhatta a csúcs technológiának számító F-16-ost, az F-18-ast és a Saab Gripent is. A tragédia kapcsán került előtérbe az állami számvevőszék viszonylag friss július 10-i jelentése, mely szerint a légierő repülőeszközeinek hadrafoghatósága csupán 60%-os. Ez azt jelenti, hogy háborús helyzetben az összes gép egyszerre nem vethető be, kiképző repülésre azonban alkalmasak. Jó napot kívánok! Ez itt a Manőver. A mai műsorban korábbi terveinkkel ellentétben kizárólag egy témával foglalkozunk, a repüléssel. Ennek szomorú apropója van, amiről biztos vagyok, hogy önök már mindannyian hallottak. Néhány héttel ezelőtt, innen alig pár száz méterre, ott a fák mögött, kismagasságú műrepülés közben lezuhant a magyar légierő egyik MiG-29-es típusú vadászgépe, fedélzetén az egyik legtapasztaltabb magyar pilótával, a 43 éves Rácz Zsolttal. Mint egy elfelejtett néma film, egy perc alatt lepereg életen, szikrát hánynak a vas lemezek, ahogy páncélruhádra hajtod fejed. A Deus Ácsom, a Deus Ácsom, ha lenne időd, még kiáltanád, hogy szólít az Úr, hát menni kell tovább, menni kell tovább, menni kell. Navigare necesse est. Hajózni szükséges, mondták a föníciaiak. Hajózni és repülni muszáj, mondják a pilóták, akiknek életéhez bármilyen kegyetlen is kimondani, hozzátartoznak a tragédiák. De ugyanúgy hozzátartoznak a sikerek is, hiszen bizonyára önök is emlékeznek, hogy alig két nappal Rácz Zsolt végzetes repülése után
az angliai Fairfordban egy másik magyar MiG-29-es pilóta, Vári Gyula elnyerte a legjobb bemutató pilótának járó vándordíjat. A mai manőverben persze nem csak Vári Gyulával találkozhatnak, és nem csak MiG-29-eseket láthatnak. Bemutatunk önöknek néhány repülőgépet és helikoptert a magyar légierő kötelékéből. Megismerhetik a MiG-21-es vadászgépet, az Albatrosz oktató felderítő repülőgépet és a Mi-24-es harci helikoptert. Találkozhatnak olyan pilótákkal is, akiknek életük és sajnos néha haláluk is a repülés. Egyszerűen úgy gondolom, hogy szeretem a kihívásokat, és úgy gondoltam, hogy ez a szakma megfelelő kihívás minden férfi számára. Beke József 20 éve repül MiG-21-es típusú vadászgépen. Az alezredes, akit társai Brucinak szólítanak, büszke férfias hivatására. Repülőgépén Ottvérit nevén kívül a pápai ezrednek a jelmondata is. A gép függőleges vezésükön látjuk az ezred jelvényét, amely ábrázolja a két századot, a sámán, illetve VIP századot, valamint azt a mondatot, hogy az ég a bátrakat szereti, ami tömör megfogalmazása, azt hiszem, ennek a szakmának, hogy a gyáváknak pilóták között nincs helye. Beke Bruci életében az elmúlt 20 évben, annak ellenére, hogy már több mint 2000 órát töltött a levegőben, szerencsére semmilyen úgynevezett esemény nem történt. A repülősöknél ugyanis az esemény kifejezés a különböző komplikációkra utal. Még velem olyan nem fordult elő, hogy meghibásodott volna olyan módon a technika, hogy megoldhatatlan lett volna a kijavítása annak a hibának. Inkább csak arról tudnék beszélni, hogy rengeteg szép élményt okozott nekem a repülés. Tehát gondolok itt arra, hogy oktató vettem, fiatalokat tanítottam megrepülni, úgy gondolom, századparancsnok vettem, fiatalok dolgoztak a kezem alatt, úgy éreztem, hogy elfogadnak. És azon kívül azt is elmondhatom, hogy a világot bejártam ezzel a repülőgéppel. Tehát elég sok helyen megfordultunk. Volt egy jó kis csapatunk Taszáron. Én Taszáról kerültem a pápai repülőtérre, és 94-ben voltunk Angliába, Fairfordba, ahol most az egyik kollégánk szintén kiváló eredményeket ért el ott a repülősó keretén belül. Talán az volt a legnagyobb élmény számomra. Az alezredes most a manőver kedvéért edz egy kicsit a közelgő repülőnapra. Beszállás előtt természetesen nem maradhat el a gép szokásos átvizsgálása. Hanyatszor szállsz fel erre a gépre? Pontos számot nem tudok mondani, de valószínűleg tartom, hogy 1980 óta, amikor is először repültem ezzel a repülőgéppel, a több századik alkalom lesz, hogy a 61-15-ös oldalszámú repülőgéppel repülni fogok. Hát ebben a gépben talán egy kicsit jobban bízok, mint a többivel, mivel hogy az utolsó szakaszában a bemutató programra történt felkészülésben szinte az összes felszállást ezzel a gépen hajtottam végre. Tehát egy kicsit jobban ismerem, mint a többit. Jobban tudom, mekkora a tolóerő, mikor kell gázt adni, kicsit jobban a kezemhez nőtt, úgymond, mint a többi repülőgép. A bizalom egyik legfontosabb alapja az a technika, amely biztosítja a pilóta biztonságos gép elhagyását vészhelyzet esetén. Ez a katapult ülés ugye a pilóta által jut el abba a stádiumba, hogy működni fog, ami véletlenszerűen nem lehet működtetni. Tehát ezt a kart itt a lábunk között kell benyomni, illetve meghúzni, ami elindítja a katapultálás folyamatát. Hát ez elég összetett dolog, itt nem akarom ezzel untatni a nézőket. A lényege a következő, hogy első fázisban eldobódik a kabintető. Tehát leesik az egész kabintető? Leesik a kabintető, lerobban pontosabban, és a következő mozzanat az, hogy a pilóta kijut az üléssel együtt a repülőgépből. Tehát van egy vezetősin az ülés mögött, ami egy bizonyos pályát ad a katapult ülés mozgásának.
itt ez a két drót elfogja a pilóta lábát behúzva, tehát hogy ne akadjon itt fönt a műszerfalba, illetve itt két oldalt az ülés kartámlái lecsapódnak, ami a pilótáknak a karját védi meg attól, hogy a kabinba ütközön a könyökük. Na most ez a katapultülés nem a legmodernebb, de annak ellenére olyan paramétereket tud, ami elég biztonságosá teszi a repülést ezzel a típussal is. Tehát ez azt jelenti, hogy vízszintes repülésben, illetve földön is már 130 km/h sebesség fölött biztonságosan végre lehet hajtani vele a katapultálást, illetve a repülés különféle fázisaiban szinte minden pillanatban biztonságosan végrehajtható a katapultálás folyamata. Katapultülés persze nem csak a MiG-21-esben, hanem az összes vadászgépben van. Ez a gép, amit most önök látnak, az úgynevezett Albatrosz oktató felderítő repülőgép. Ezen oktatják a leendő vadászpilótákat, illetve mivel üzemeltetése lényegesen olcsóbb, mint a MiG-eké, ezen gyakorolnak a már profi MiG-pilóták is. Cingáli Tibor főhadnagy életében ez a típus több, mint munkaeszköz. Az életem. Mindenem. A szerelemtől kezdve egy élmény. Van egy gyerekkori reklám, amit soha nem felejtek el, egy tonik reklám volt, hogy aki egyszer megkóstolta, nem tud leszokni róla. Szerintem nem lehet abba adni. Már hogyha az ember nem akarja külső okok miatt, nem. Nem is hagynám abba. Esetleg miért lennél hajlandó feláldozni a repülést? Hát ha muszáj, akkor az csak egészségügyi ok esetleg, de nem hiszem, hogy tudnának olyan időkot találni. Hát egy nőért? Lehet, hogy jobb, mint egy nő. Hogy milyen lehet egy olyan gép, amit egy ilyen fiatal ember még egy nőért sem hagyna el? Hát ilyen. Ez egy egyhajtóműves, kétüléses, oktató, illetve felderítő, könnyű vadászgép. Vadászgép? Mert inkább oktatási feladatokra használják. Hangsebesség alatt, mint mondtam, gyönyörűen lehet vele repülni, gyakorlatilag minden műrepülő figura megoldható vele. Nagyon barátságos, nagyon jó típus, esztétikus is szerintem. Úgyhogy élvezet vele repülni. Most önök próbálják elfelejteni, hogy otthon ülnek, gondolom egy fotelben a tévén. Megkértük ugyanis a hátsó ülésen utazó pilótát, hogy rögzítse a manőver számára, hogy mit látott fent a magasban, több száz kilométeres sebességgel szágódva. Figyelem, felszállás! Remélem önök számára is olyan izgalmasak ezek a képek, mint nekünk voltak, amikor először láttuk őket. Most biztosan sokan arra gondolnak, hogy milyen jó lenne ugyanezt végigélni a fotel helyett a pilóta fülkében. Higgyék el, azért a pilóta fülke berendezése egy kissé több komplikációt rejt magában, mint az otthoni fotel. Bal oldalt ugye a legfontosabb a gázkar, illetve hát a hajtóműindító, illetve hát a vészműszerek. A műszerfalon a szürkével elkülönített panel az a repülési műszerek, tehát a navigációs, illetve a repülés szükséges műszerek, illetve a feketével elkülönített pedig a hajtómű ellenőrző műszerek. Még jobb oldalt a szükséges kapcsolók a hajtóműindításhoz, illetve hát a többi egység bekapcsolásához, illetve navigációs berendezéseknek a műszerei. Illetve itt átul, ezt nem tudom, nem látják a vész karok. Meg középen ugye a botkormány természetesen. És itt vannak a fegyverkezelő szervek, a középen ez pedig a úgynevezett fotogépustos célzókészülék. Nekem egyszerre ennyi gomb és kapcsoló egy kicsit sok, pedig az Albatrosz kabinjában található műszereknek többszöröse van, legalábbis a hozzám hasonló laikusok szerint a MiG-29-es pilótája előtt. A magyar légierő jelenlegi legmodernebb gépét most az a Vári Gyula mutatja be önöknek, akiről már ebben a műsorban is szó volt, de mielőtt elkezdődne az idegenvezetés, engedjék meg, hogy felidézzünk egy kicsit a tavaly decemberi manőverből. Amikor Kecskemétre indultunk, hogy találkozzunk Vári Gyulával, akinek neve fogalomnak számít a MiG-29-es pilóták között, valamiért azt gondoltam, hogy egy szigorú, nagyon fegyelmezett ember vár majd minket, aki kizárólag tolóerőről, hangsebességről, turbináról, vagy éppen turbulenciáról hajlandó beszélni. Szerencsére óriásit tévedtem. Remélem néhány percen belül önök is megértik, miért jutott eszembe a rajparancsnok úrról megismerkedésünk pillanatában Harrison Ford.
Vári Gyulának ugyanis a vérében van a repülés, a küzdelem, a harc. Egy másik repülőgépet ugye, nem az csak az, hogy lelőni, hanem olyan helyzetbe hozni, hogy biztosan éljek ki, hogyha lenne egy légiharc, egy nyerő pozícióba kerülni. Tehát vannak ilyen feladataink is külön a 29-esen, légiharc feladatok, tehát az ember azt mindig nyerni akar, nem? Tehát ez az egésznek a lényege, hogy ha egyszer összehoz a sors egy olyan másik repülőgéppel, ami ne adj Isten ellenséges szándékkal jön be, ezt biztosan le tudjam győzni. Ezt akarás nélkül nem lehet. Az akarás Gyulánál nem lehet probléma. Elárulta nekünk, hogy 1983-ban, amikor először meglátott a levegőben egy MIG-et, arra gondolt, milyen gyönyörűen repül, és milyen jó lenne lelőni. Ez persze a valóságban csak azt jelenti, hogy képes legyen akaratát rákényszeríteni az ellenséges repülőgépre. Az, hogy valaki vadászpilóta és katona, az nem föltételezi azt, hogy én örülök annak, ha a másik embert meg kell ölnöm, vagy le kell ölnöm. Tehát nem ez az egésznek a lényege, hanem az, hogy egyszerűen a másik repülőgépet földre tudjam kényszeríteni, vagy ki tudjam utasítani az országból. Tehát nem, ez is természetesen hozzátartozik, hogy ha le kell lőnöm, akkor le fogom lőni. De ez nekem nem okoz örömöt. Ahhoz, hogy valaki jó vadászpilóta legyen, nem elég a technikát jól ismerni. Kell még valami belső plusz. Egy kicsi agresszivitás, az biztosan kell, főleg felszállás előtt, tehát ez kell hozzá. Meg annyi, hogy egy pillanat része alatt, az idő pillanat része alatt tudjon dönteni. Tehát egy század másodperc alatt el kell dönteni, most jobbra vagy balra megyek. És ki tudjam számítani azt, hogy ha én jobbra fordulok, hol lesz a másik. Vári Gyula azóta századosból őrnagy lett, de aki ismeri őt, az tudja, hogy az ő életében nem ez a fontos, hanem a repülés. A repülő nagyon jó szerintem, és az ember mindig várja is ezt azt a keveset, amihez hozzájött, hogy jaj, de jó, megérepülhetek, végrehajthatok valamit. Szóval ez az emberben ilyen érzés van. Egy kicsi félelem is, nem igazán félelem, inkább egy kis izgalom. Tehát minden egyes repülés más, két egyforma repülés sohasincs, mindig valami beeltér. Tartogat olyan apró dolgokat a repülés mindig, ami másabbá teszi egyiket a másiktól. A napom, hogy hogyan kezdődik, hogyan ha egy repülési nap, a lényeg az, hogy ki kell előtte aludnom magam. Tehát aludnom kell sokat, legalább ezt egy 7-8 órát a repülés előtt, olyan ételeket fogyasztani, ami nem kimondottan puffasztó, hát tudom, hogy megyek repülni. Ugye alkohol az természetesen nem, már előtte 24 órával, de nem tér el a többi normális taptól, kimondottan, tehát sem fizikailag, sem pszichésen. No, de nézzük ezt a vadászgépet. Vári őrnagyot arra kértem, hogy ha lehet, akkor úgy mutassa be a 29-est, hogy ne csak a szakemberek értsék, amit mond, hanem mi, outsiderek is. Ezt kérlek szépen, amivel beszélgettünk róla, az a pitocső. Itt ez a berendezés, ez egy mérőeszköz arra szolgál, hogy a statikus és a dinamikus nyomást bevezessük a repülőgébe. Tehát gyakorlatilag innen tudjuk meg, innen kapjuk a levegőnyomást ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen, mekkora a sebességünk és mekkora a magasságunk. És milyennek a változása, a magasságváltozása. Ha megyünk tovább, akkor itt nézd csak, hogy milyen érdekes. Műanyag. Azt hinné az ember, hogy ugye a vadászgép, ez fém, acél, titán, ez műanyag, egy kompozit anyag, ez alatt van a lokátorunk. És azért kell tépni műanyagba, ugye, mert ez nem veri vissza a lokátor sugarakat, itt is van a jelzés rajta. Található még rajta rengeteg mindenféle antenna, meg ilyen adó, szögadó, itt is van, fönt is egy ugyanilyen. Ezek a műszerekhez szükséges, tehát ahhoz, hogy a repülőgép csúszását, állásszögét be tudjuk vinni a komputerébe a repülőgépnek. Na itt van az én kedvenc, egyik kedvenc szerkentyűm, ez ide van beépítve, ez a gépágyú. Ez egy 30 mm-es gépágyú, és rettenetesen jó. De olyan, mint a Magnum, tudod, egy kis pisztolyba. Tehát ez pont lő, ezt imádom. Hát ezzel onnan fentről bármilyen kicsit. Így van. Hát bármilyen kicsit nem, hát ugye 30 mm-es a maga a lövedék, de ebben mindenféle olyan fejeket lehet belerakni, ami hatásosabbá, tehát a hatékonyságát fokozza a lőszernek. Na, menjünk tovább. Ez a repülőgépnek az egyik szárny, itt a futóműveket láthatod, különböző föltöltőnyílásokat, ami arra szolgál, hogy a repülőgépet ellássuk üzemanyaggal, levegővel, földi áramforrásokat kapcsoljunk rá. És ha jövünk itt tovább, itt láthatók ezek a pilonok. Másképpen tartó gerendák, ezekre függesztjük fel a repülőgép fegyverzetét. Tehát a gépágyúról beszéltünk ott az elején, ezen kívül a repülőgépnek még van irányított és nem irányított rakétafegyverzete, valamint bombafegyverzete. Na most ezek a gerendák, amik most fel vannak téve, ezek képesek rakétákra és bombákat is fel lehet rátenni. A 6 darab rakéta, amit erre a gépre rá lehet tenni, azért ez egy nagy erő. Tehát nagy távolságból. Mekkora lombarásokat végez?
Hát erre most nem tudok válaszolni, mert még egyet sem lőttem el, hogy igazán dibótod egy igazi repülőgéppelen. Arra képesek, hogy nagy távolságokból ennél nagyobb vagy kisebb repülőgépet megsemmisítsenek. Tehát ez elég. Igen, légiharc rakéták, tehát levegő-levegő rakéták. Lehet még rá főtenni levegő-föld rakétát, valamint bombát is. Hát nézd, föltesz egy 500 kilós bombát, hát nem tudom mekkorát robban, de szerintem nagyon nagyot. Hát menjünk tovább, hogy itt vannak ezek a pilonok. Ez a repülőgépnek az úgynevezett orrsegédszárnya, amit most egy kicsit úgy le van törve. Tehát ez mozog a repülés különböző fázisaiban, különböző sebességeknél áll szökni. Egy érdekesség még, ez a repülőgép vízszintes vezérsík és a magassági kormánya egyben. Tehát nincs külön vízszintes vezérsík és nincs magassági kormány. Ezt úgy hívják, hogy stabilizátor. Tehát látod, az egész mozog, tehát nem csak egy része, mint a... Így van, mint például az Albatroszon vagy másik repülőgépen, és hogyha ezt nekem kellene mozgatnom a botkormányon, nem lenne hidraulika rendszerem, akkor a botkormányon 2,5 tonna erőt kéne kifejtenem ahhoz, hogy én ezt mozgassam 500 km/h sebességnél. Ahogy szétnézel, tehát ez a kettő hajtómű, ami itt látszik, ez a hajtóművek borítólemezei, itt van a központi segédberendezések háza, gyakorlatilag ezt hajt meg, mint te. És hogy szétnézel ezen az egész repülőgépen, itt jön az egésznek a trükkje. Tehát ennek a repülőgépnek úgymond nincs kimondott szárnya. A felhajtóerő szemszögéből nézve, hanem az egész törzsön és a szárnyon együtt keletkezik a felhajtó. Ha azt mondom, hogy ez a törzs rész, amit itt látsz, ez a felhajtóerő 30%-a itt termelődik, tehát éppen miatt az a repülőgép rettenetesen jó manőverező képességű. Hogy elhiggyék, milyen szépen is tud repülni ez az egyébként bivaly erős vadászgép, megkérték Gyulát, hogy repüljön köteléket egy helikopterrel, amiből a levegőben is tudjuk filmezni. Gondolom, ilyen képet ritkán láthattak, hiszen egy ilyen MiG-29-esnek nem a 300 km/h sebesség a megszokott. Érdemes megnézni, hogy mennyire szinkronban tud lenni egy ilyen vadászgép hozzá képest kis teljesítményű helikopterrel. Persze, mielőtt lekicsinlően szólnánk erről a Mi-24-es típusú harci helikopterről, érdemes azt is megnézni, hogy milyen fantasztikus trükköket tud. Nekem elhihetik, hogy a profi pilóták olyan manővereket tudnak ezzel végrehajtani, amikhez képest a világ legnagyobb hullámvasútjai is nyugodtan leúszhatnák a rolót. Ezt a Mi-24-est Gál Csaba vezeti. A százados 17 éve repül. Nem messze a szülőfalu mellett egy permetező helikopter láttam meg annak idején, és talán ez volt az első benyomás, ami a földközeli magassághoz, azokhoz a manőverekhez kötött, amit igazán ilyen kicsi sebességgel is, tényleg a repülést úgy élvezve, hogy a földközeli magasságot kihasználva. Bennem ez volt az első benyomás, ami igazán ehhez a típushoz kötött. Ezen belül is a nagyobb teljesítményű helikopterek után kezdtem érdeklődni, mint gyerekfejjel, és ekkor vetődött fel, hogy lehet a honvédség keretein belül is repülni. Akkor döntöttem én úgy, hogy én ezt a helikopterrepülést választom. Gál Csaba szépen fokozatosan jutott el addig, hogy megvalósítsa ifjúkori álmát. Ahogy a teljesítmény nőtt a Mi-8-as típuson, amivel kezdtük a repülést, majd utána a harci helikopterre kezdve a repülést, ez egy teljesen más világ. Itt valóban harci körülmények között, és az, ami ez az embernek kedve van, azt csinálhatja gyakorlatilag. Az összes terepdomborzat fedezékeit, akadályokat, már elbújás szempontjából akadályokra gondolok, azt mindent ki tud használni, és ami a többi repülőeszközzel szemben óriási hátrány, hogy gyakorlatilag 0-340 km/h-ig ki tudjuk használni a mozgékonyságunkat, sőt adott helyzetben még hátrafelé is. Amióta egy-két adással ezelőtt bemutattuk a Szentkirály szabadjai helikoptereseket, azóta sokan kérdezték tőlem, hogy tulajdonképpen hogyan működnek ezek a madarak. Közhiedelemmel ellentétben nagyon sokan úgy gondolják, hogy a forgószánylapát, ami vízszintesen forog, az tartja fönt a helikoptert, és a farok légcsavar az mint egy tolja előre, a valóságban ez nem így működik. Hasonlóan működik, mint egy szárny, csak itt a szárnyak azok forognak. Hogyha ezt az egész forgószányrendszert síkban képzeljük el, és egy tányérat civil nyelven. A tányérnak a közepén van a felhajtóerő. Ezt a felhajtóerő összetevőt, amerre megdöntjük, arra indulnak az eredendő mozgások. A farok légcsavar, az pedig csak azért van, hogy az oldalra létrejövő reaktív nyomatékhoz a pedáloknak a használatával egyenlítsük, ellensúlyozzuk. Ehhez még hozzájönnek a szélviszonynak a váratlan lökései, ezek általában oldalirányra eléggé érzékenyek. Mindig résen kell lenni, amikor a helikoptert vezeti valaki, mert a konstrukció folytán a helikoptert úgy építették meg, hogy itt minden pillanatban rá kell erőltetni, hogy a helikopter azt csinálja, amit a pilóta vagy éppen a vezető, amit akar. A
merevszárnyú repülőeszközökkel ellentétben, amiket végül is a konstruktőrök úgy építettek, hogy ő repülni akar a repülőgép. Biztos önök is láttak már olyan hollywoodi filmet, ahol a helikopter egyszer csak előkerül egy autóbusz vagy egy fa mögül. Én mindig meg voltam győződve, hogy ilyen a valóságban nincs. Pedig van. Valóságban is így van, hiszen a mi alkalmazási magasságunk az 3-tól 15 méter között történik. Most, hogy teljesen lehessen érteni egy konkrét példával, ha ellenséges terület fölött vagyunk, szerintem nagyon kevés az a lokátor technika, amivel egy bújó harci helikoptert meg lehet keresni. Hiszen, hogyha belegondolunk, akkor egy fasor mögött, teljesen a fakoronák szintje alatt tudunk ezeket a sebességi tartományokat, tudjuk ezeket a sebességi tartományokat kihasználni, és akár elég egy alacsonyabb fa rés, ott megbújva, egy helyben megfüggve az irányítható rakétát 5 kilométeres céltávolságra el tudjuk küldeni. Tehát akár 3 méter magasságban is tud ez a nagy helikopter állni? Akár 10 centis magasságban is. Ugye hihetetlen. Persze, ha önök csak a saját szemüknek hisznek, akkor javaslom, hogy augusztus 22-én és 23-án látogassanak el a Kecskeméti repülőnapra, ahol mindezeket, és persze sokkal többet, önök is megnézhetnek élőben. Hamar György alezredes, a program egyik katonai felelőse, minden titkot még nem volt hajlandó nekünk elárulni. De abban biztos, hogy aki elmegy Kecskemétre, annak páratlan élményben lesz része. Nagyon sok külföldi és magyar repülőgép fog bemutatkozni. Egyrészt a levegőben, de ezek az eszközök megtekinthetők majd természetesen statikus bemutatóként a Földön is. Bemutatkozik a magyar légierő teljes repülő, most repülő típusa és állománya. Lesz egy nyitó blokk, egy úgynevezett magyar blokk, amiben a magyar légierő összes repülőgépe valamilyen formában részt fog venni. A tavalyihoz képest ez annyiból szenzáció, hogy ebbe lehet majd légiharcot látni, amely az élsókra nem jellemző, de ezt mi szeretnénk megmutatni. A második blokkban harci repülőknek, műrepülőknek lesz a bemutatkozása. Ebben benne vannak a magyar polgári repülők, vannak benne magyar repülőkötelékek, polgári repülőkötelékek. Ebben a blokkban fognak bemutatkozni a gyáraknak a harci repülőgépei. Lesz egy a tavalyihoz képest lényegében szenzációnak számító a Harrier, ugye ez a helyből felszálló repülőgép. Az F-18-as, az F-16-os, a Mirage, a Gripen, Alpha Jet, nagyon sok típus, most ezt nem lenne célszerű mind felsorolni. Ezután lesz egy ejtőernyős bemutató, valamint ami tavaly nem volt, szintén egy kutatómentő feladat végrehajtása harchelyzetben, amit szintén magyar légierő alakulatai fognak végrehajtani. És lesz egy csúcskísérlet, egy ejtőernyős csúcskísérlet, egy 60 fős ugrás, ami közösen szervezünk az S4-ral. Egy C-130-asból lehet majd ezt az ugrást látni. A látvány mellett természetesen az első számú szempont a nézők biztonsága. Téglás László alezredes repülősi igazgató feladata, hogy tekintetét innen a toronyból lenevegye a nézőktől minimum 250 méterre repülő gépekről. Itt a legelső számú, legfontosabb szempont az a biztonság. Itt ez ennek a csoportnak, aki itt a repülést vezeti, és itt a toronyban gyakorlatilag folyamatos rádió összeköttetésben van a pilótákkal, ezeknek ez a legfontosabb feladata. Tehát független attól, hogy éppen milyen manőverek vannak a levegőben? Teljesen függetlenül ettől, ha a pilóta valamelyik biztonsági intézkedését a repülőnapnak megsérti, ami a repülésekre vonatkozik, akkor a feladatát befejeztetjük és leszállítjuk. A lényeg még egyszer, repülőnap Kecskeméten, augusztus 22-én és 23-án.
Remélem nem unatkoztak az elmúlt fél órában. A manővert legközelebb egy hónap múlva, szeptemberben láthatják. Addig is a viszontlátásra.